Köszöntöm kedves nézőinket! Mai vendégünk professzor dr. Rácz Lajos, karunk nemzetközi ügyekért és innovációért felelős dékán helyettese. Üdvözlöm, és köszönjük szépen, hogy elfogadta felkérésünket. Hát nem esett nehezemre. A 2018-19-es tanév végén járunk most, de tekintsünk egy kicsit vissza a kezdetekre, 2017 júliusára. Milyen feladatokkal kellett szembenéznie akkor, amikor megkapta ezt a... Hát amikor felállt az új dékáni vezetés, akkor meg kellett határozni tulajdonképpen, hogy a dékán úr munkáját segítendő milyen tevékenységi területeket rendelnek egy-egy dékán helyetteshez, és én ebben a felosztásban, ebben a megállapodásban a nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős területet kaptam, és tulajdonképpen ez úgy gondolom az eltelt két esztendő fényében, hogy egy jó választás volt, tehát a saját ambícióimnak és a saját képességeimnek megfelelő felkérés volt, és azt gondolom, hogy ebben a két évben, és hát remélhetően a még hátralevő egy esztendőben is sikerül ezt a területet sikeresen fejleszteni. Valószínűleg ez azért is nagyon fontos dolog volt, mert ilyen dékánhelyettesi pozíció is, feladatkör nem létezett, illetve a korábbi dékánhelyetteseknek a munkájához volt hozzá rendelve, és itt tulajdonképpen több szempontból is egy zöldmezős beruházásra került sor, tehát olyan dolgokat kellett elvégezni, amelynek korábban nem volt felelőse, és ezért nem vagy csak részlegesen volt elvégezve, és hát egy olyan területet kellett fejleszteni, ami a kar és az egész egyetem szempontjából rendkívül fontos, a nemzetközi kapcsolatokat, legyen szó oktatási-kutatási kapcsolatokról is, és azt gondolom, hogy ezen a területen sikeresek voltunk, és nem csak a kart sikerült fejleszteni, hanem ennek a két évnek a során az egyetem számára is fontos jó szolgálatokat tettünk. Milyen kapcsolatokra sikerült összetenni, hogyan alakult ki a kapcsolati háló? Hát tulajdonképpen a kapcsolati háló bizonyos mértékben már létezett. Tehát azt gondolom, aki az egyetemi világban mozog, az tudja, hogy a jobban működő kerete a nemzetközi kapcsolatoknak az az Erasmus együttműködés. Valószínűleg ebben komoly szerepe van annak, hogy ezt az Erasmus együttműködést az Európai Unió programjaként hozták létre, és az Unió finanszírozza. És hát tulajdonképpen ennek a keretében különböző egyetemek, különböző egyetemi karok, tanszékek, intézetek rendszeresen küldhetnek oktatókat és hallgatókat minden olyan intézménybe, amellyel szerződéses kapcsolatban állnak. És e tekintetben nem véletlen az, hogy a Szegedi Egyetem nem csak Magyarországon a legintenzívebb Erasmus kapcsolatokat bonyolító egyetem, hát amennyire tudom, nemzetközi viszonylatban is az első ötben található. Tehát azt gondolom, hogy az Erasmus része az jól működött a nemzetközi kapcsolatainknak. Nyilvánvalóan mindenen lehet fejleszteni, mindenhol lehet erősíteni, de alapvetően az Erasmus az rendben volt. Volt egy másik tevékenységi kör, amely tulajdonképpen, amikor a dékánhelyettesi felkérést megkaptam, abban az időben kezdett el indulni. Ez a Makovec program, Makovec Imréről elnevezett oktatási program, amit nagyon gyakran szoktak nevezni kis Erasmusnak. Ennek az a lényege, hogy a magyar oktatási nyelvű intézmények között, felsőoktatási intézmények között igyekeznek kapcsolatot építeni. Mi nem álltunk e tekintetben rosszul, mert kapcsolataink Erasmus keretében már voltak a Komáromi Selye János Egyetemmel, voltak a Babesbolyai Egyetemmel, voltak a Nagyváradi Párcium Egyetemmel, de tulajdonképpen ezt a kapcsolati hálót részint a Makovec szerződésekkel is sikerült megerősíteni, tehát a Párcium Egyetemmel az egyetem nevében, a Szegedi Tudományi Egyetem nevében mi kötöttük meg a megállapodást, a Makovec megállapodást, ugyanígy történt a Selye János Egyetemmel, mi hoztuk tető alá az egyetemmel, a Szegedi Tudományi Egyetemmel kötött megállapodást, és tulajdonképpen a legnagyobb sikerünk ezen a téren a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzővel való megállapodás, ami az Újvidéki Egyetemnek az egyik kara. Ott nem csak a Makovec megállapodást tudtuk tető alá hozni, hanem az utóbbi két szemeszterbe, illetve az utóbbi két évben egy-egy szemeszterbe előbb 10, majd 12 hallgató érkezett hozzánk, és a Makovec
együttműködésnek az a logikája, hogy a támogatást azt nem a Magyarországi Oktatási Intézmény kapja meg, hanem a külhoni. Tehát a szabadkai kar kapta meg a Makovecnek a finanszírozását, és amikor és ahova elküldött hallgatókat, legnagyobb számba a Juhász Gyula pedagógus képző karra, azoknak a képzését finanszírozta. Tehát nem egy őrületesen nagy összeg, de valamivel egyik évben kevesebb, mint 2 millió, másik évben pedig, tehát a jelenlegi szemeszterben több mint 2 millió forint érkezett ilyen módon. Azt gondolom, hogy ez perspektívikusan is egy fontos és hatékony együttműködési forma. Tulajdonképpen ez volt a legfontosabb, és a Szegedi Egyetem számára is nagyon gyümölcsöző együttműködés, amit a mi irodánk hozott tulajdonképpen tető alá. És tulajdonképpen még ennek a farvizén építettünk ki a Konfucius Intézettel egy kapcsolatot. Erről igazándiból még feltételes jövő időben tudok csak beszélni, mert hogy a tárgyalások jelenleg is folynak, és a megállapodást még nem írtuk alá, de körvonalazódik egy kínai kultúra szakcsoport megalapítása a karunkon, és körvonalazódik, bizonyos látogatások már korábban történtek, kapcsolatfelvételek, egy rendszeres oktatási együttműködés, amelynek a karunk jelenti részint az infrastruktúrális, részint pedig a tudományos bázisát. Ez egy nagyon fontos előrelépés, hiszen a Kína oktatási piacként az egyik legperspektívikusabb hely jelenleg a világon. Akár fogadó, akár küldő országként. És az innováció terén milyen eredményeket? Hát az innováció fogalmát nem egyszerű definiálni. Hát nyilvánvalóan az innováció, hogyha nagyon ilyen hétköznapi urambocsákocsmai dialógust tekintünk induló pontnak, valami olyan újítás, ami korábban nem létezett. És korábban alkalmasin nem is gondoltak rá. A legfontosabb ilyen újításunk az oktatói értékelési rendszernek a bevezetése, és tulajdonképpen azt a logikát és technológiát és szervezési elvet követtünk, és meg kell említeni Keszer Gabrielának a nevét, aki ennek tulajdonképpen a gazdája volt a külügyi és innovációs irodán belül, aki ennek az irodának az irodavezetője. Egy olyan technológiát követtünk, amit a japán nagyvállalatok alkalmaztak még az 50-es, 60-as években. Megnéztük, hogy egy ilyen értékelési rendszer hol működik jól, ez a bölcsészettudományi kar a Szegedi Tudományegyetemen belül, és tulajdonképpen erre a rendszerre fejlesztettünk rá. Megkértük Lőrinc Jánost, aki a szociológia tanszéknek módszertani munkatársa volt, jelenleg már nyugdíjas, de hát ereje és alkotó képességének a teljében. Megkértük őt, hogy a bölcsészettudományi karon bevezetett oktatói értékelési rendszert ültesse át azokra a speciális viszonyokra, amelyek a Juhász Gyula pedagógus képzőkaron vannak. Na most nem csak megkértük erre, ami alapvetően ugye azt jelentette, hogy a Neptun alapján áttekintette az oktatók oktatási terhelését, a Magyar Tudományos Művek Tárát felhasználva, tehát a népszerűbb nevén MTMT-t felhasználva a publikációs tevékenységét, hanem ezt az értékelést kiegészítettük egy új lábbal, egy új pillérrel, ami ugyancsak nagyon fontos egy oktató kollégának a tevékenységében, nevezetesen, hogy milyen közéleti, milyen kari közéleti tevékenységet végez. És hát jó egy éves munkába került, elkészült ez a fejlesztett adaptáció, és hát ha jól számolom, nagyjából egy hónappal ezelőtt ennek az ismertetését az egységvezetői fórumon, egységvezetői testületi ülésen és a kari tanácson a kollégák is megismerhették, és ez tulajdonképpen úgy készült el, hogy ez egy oktatói, értékelési és vezetői döntéstámogató anyag tulajdonképpen. Úgy készült el, hogy minden egyes oktató megkapja a róla készült értékelést, minden egyes egységvezető, tehát tanszékvezető, intézetvezető és értelemszerűen a kari vezetésnek a tagjai is megkapják az alattuk lévő kollégákra vonatkozó értékelést, és tulajdonképpen ez a jelen helyzetben egy állapotfelmérés. Tehát most mi a helyzet? Ez attól lesz érdekes igazából, hogyha már több évi fölmérésnek a
az eredményei lesznek a birtokunkba, és akkor lehet következtetni arra vonatkozóan, hogy ki milyen módon van hasznára a Juhász Gyula pedagógus képzőkarnak, kinek kell változtatnia, hol kell változtatni, és miben kell változtatni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon nagy előrelépés, hiszen jól tudjuk, hogy egy ekkora intézménynél, ahol a oktatókollégák száma 160-170 körül van, a folyosói pletyka és az egyéni kommunikáció nem megfelelő alap annak az eldöntésére, hogy ki mennyire jó oktató, jó kutató, és mennyire van hasznára a Juhász Gyula pedagógus képzőkarnak. Úgy gondolom, hogy innováció szempontjából ez a legfontosabb. Ráadásul a rendszer kiépült, ami nem volt egy egyszerű dolog, mert hogy a mi karunknak nagyon fontos sajátossága, hogy művészeti tevékenységet folytató kollégák is dolgoznak a karon, akikre nem alkalmazható a klasszikus disziplinális logika, a publikációk, az impact faktorok és a hivatkozásoknak az egyszerű mechanikus figyelembevétele, és ezért egy külön albizottság dolgozott azon, hogy a művészeti tevékenységet folytató kollégákra miképpen lehet ezt az értékelési rendszert alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés, és különösen annak a fényében, hogy az egész egyetemre készülnek ilyen értékelési anyagok, nagyon fontos, hogy nekünk is meglegyen a saját anyagunk, amellyel, hogyha úgy hozza a szükség, akkor vitatkozni tudjunk az egyetemi vezetésnek a megállapításaival, és hát leginkább a következtetéseivel. Tehát itt tulajdonképpen van egy ilyen pontrendszer? Így van. Ez elsőre nem hangzik nagyon humanista módon, hogy ez a mennyi 30, mi 30, mi mennyi, de nagyon fontos abból a szempontból, hogy nem folyosói vélekedések alapján kell eldönteni azt, hogy ki milyen, hanem mindenki el tudja dönteni, ugyanis ebben az értékelésben benne van, tehát megkap valaki egy borítékot, egy lezárt borítékot, amelyben a rávonatkozó értékelés van a három említett szempont szerint, tehát egyfelől a oktató munka, az oktatási terhelés, másfelől a tudományos tevékenység, harmadrészt a közéleti aktivitás, és ebbe a borítékba, illetve ebbe a kimutatásba ott van az kari átlag, és ott van az intézeti átlag, és ott van a tanszéki átlag. Tehát mindenki el tudja dönteni, hogy a karhoz, a intézethez és a tanszékéhez képest, tehát annak az átlagához képest ő hol tart. És ez nagyon fontos abból a szempontból, általában a szembenézés egy bizonyos helyzettel az nagyon termékeny tud lenni. Tehát a bölcsészettudományi karon a Lőrinczi János mondta, hogy nagyon sok ember esetében pusztán a szembesülés azzal, hogy hol tart vagy hol nem tart, az nagyon erősen ösztönzően hatott. Milyen intézkedések, fontos intézkedések vannak most folyamatban? Hát igazándiból, amiről beszéltem, azoknak a végrehajtása. Tehát maguk a tervek, amikor 2017-ben ehhez hozzáfogtunk, ezek nagyon ambiciózus tervek voltak. Mikor valaki elkezd cselekedni, és már nem csak az ideákat követi, akkor szembe kerül azzal, hogy ezeket át kell fordítani szerződésekre, megállapodásokra, egyeztetésekre és más egyéb ilyen bürokratikus folyamatokra. Tehát például a kokáért, amikor leültünk a Konfuciusz Intézet vezetőjével, Moore Richarddal és kínai kollégáival, akkor mindenki mindenben megállapodott. De ahhoz, hogy ebből valami legyen, ahhoz megállapodásokat kell kötni, egyeztetni kell a karokkal, biztosítani kell az egésznek az infrastruktúrális hátterét, és ezeket végig kell vinni. Tehát itt szokták mondani, hogy az álhatatosság, ha az ember bármiféle ilyen vezetői feladatokat lát el, az álhatatosság a legfontosabb erény, amit nap mint nap gyakorolni kell. Tehát ezeket végig kell vinni. Hasonló a helyzet a Közép-Európa tanulmányokkal. Ott is tulajdonképpen elkezdtük 2017-18-ban ennek az előkészítését, rohamunkában beadtuk, utána hát végig kellett menni ennek a bürokratikus mechanizmusán, az akkreditációs bizottságon, a szenátuson fordított sorrendben, a tanulmányi, illetve az oktatási bizottságokon, és most jutottunk el odáig, hogy tulajdonképpen ennek a végső stádiumába már indításra alkalmas állapotba hozzuk magát az anyagot. Tehát én azt gondolom, hogy itt a
a folyamat az érdekes. Tehát, hogy azokat a döntéseket, amelyeket meghoztunk 2017-ben, hogy merre van előre, azokat végig kell vinni. Végig kell vinni, és utána pedig igyekezni kell azt, hogy ezek fizibilisek, tehát fenntarthatóak is legyenek. Ugyanez a helyzet egyébként az oktatói értékelési rendszerrel. A Lőrinczi János, aki ennek tulajdonképpen a kitalálója volt, ő továbbra is tudományos tanácsadóként benne marad a rendszerbe, de a következő évet, amelynek az adatgyűjtése és az összeállítása már elkezdődött, azt a belső embereinkkel csináljuk meg. Tehát fölkértünk egy szakértőt, a szakértő elkészítette a oktatói értékelési rendszernek a kereteit, de az, hogy ez miképpen fog működni, az innentől kezdve már a mi ügyünk, a karnak az ügye, és a kar alkalmazottai működtetik, aminek hát nagyon nagy előnye az, hogy a kar alkalmazottai számára nem kell elmondani, hogy működik a kar, mert hogy itt élnek nap, mint nap. Kitartást kívánunk, és további sok sikert a munkához. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!